A képen látható kecskeméti férfi Kovács Jenő. 17 évesen 1945. januárjában hurcolták el a szovjetek. Fagyos káposztát és jégé fagyott burgonyát kellett sorstársaival együtt kitermelnie a földbe vájt vermekből. A Marenki robot, valamint a gulágra elhurcolt közel 500 kecskeméti emlékezetének a megőrzését valósítja meg a Kecskeméti Katona József Múzeum a két elnyert pályázata által. A tervezetben szerepel nemzetközi tudományos tanácskozás, helytörténeti kiadvány, interaktív vándorkiállítás és rendhagyó történelem óra sorozat megvalósítása. Az egyik kiemelt cél, hogy megmutassák a fiatalság számára, hogy az ő nagyszüleik és dédszüleik milyen kínokon mentek keresztül a Szovjetunió kényszermunkatáboraiban. A helyi embereknek az örökségeit, illetve magát a hagyatékait föltárjuk, ami a Kecskeméti Katona József Múzeumban is gyűjteményünkben megtalálható, és magával a rendhagyó történelemórákkal, illetve Orál Historiknak a megszervezésével, megrendezésével tulajdonképpen be tudjuk vonni őket az élő történelem vonatkozásaiba. Kecskemét tehát méltó módon emlékezik idén a gulág áldozataira, de az 56-os hősökre is, hiszen a két emlékév összekapcsolódik, fogalmazott a sajtótájékoztatón Mák Kornél alpolgármester. A Katona József Múzeum által egyrészt és más városi intézmények pályázatát támogatjuk, a város költségvetéséből is áldozunk erre, illetve a várossal közösen megalakult az 56-os emlékbizottság is, és számtalan program kapcsolódik ehhez, kiadványkiadás, emlékünnepség, konferenciák, kiállítások. 2016 őszének elején írnak ki újabb civil pályázatokat. 1 milliárd forint keretösszeg áll majd rendelkezésre, jelentette be az Országos Gulág Emlékév szakmai vezetője. Nagyon lényeges, hogy itt nem csak a szakmai szervezetek vagy egyesületek pályázhatnak a civil pályázatok keretében, hanem magánszemélyek is, túlélők családjai, memoárokkal vagy egyéb fotodokumentációkkal. A széles társadalom felé nyitunk, hiszen minden magyar család sorskönyvébe beleírta magát a gulág története. A 2017. február 25-ig tartó Gulág emlékév hátralévő hónapjaiban Kecskeméten is lesz tehát lehetőség sokféle tartalmas programon fejet hajtani a politikai foglyok és kényszermunkások emléke, valamint a túlélők előtt, akiket egykor a Szovjetunióba hurcoltak.